Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora május 15-én hétfőn. Ma este több témával is foglalkozunk, például a diáksporttal és a pedagógusokat érintő úgynevezett státustörvénnyel. Nézzük a kínálatot. A Roadshow a státustörvényről egyeztetett a pedagógusok szakszervezete Nyíregyházán. Átadó, elkészült a Vármegyeháza tetőszerkezetének felújítása. Diáksport, miniszteri elismerést kapott Urbán Gabriella. Gőzelővel zajlik a pedagógusokat érintő úgynevezett státustörvény előkészítése a belügyminisztériumban. Egy héttel ezelőtt a Nemzeti Pedagógus Kar elnökhelyettesét, Iszák Tibort kérdeztük a javaslatról. Most Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke mondja el álláspontját. Tudjuk, hogy számos aggály fogalmazódott meg a pedagógusok részéről ezzel a bizonyos státus törvénnyel kapcsolatban, vagy tervezettel kapcsolatban. Melyek ezek az aggályok? Közelednek-e az álláspontok a jogalkotók, illetve a pedagógusok között, illetve mi a cél ezeknek a bizonyos rendezvényeknek, amelyek például itt Nyíregyházán tartanak? Kezdjük a végéről. A rendezvénynek az a fő célja, hogy a kollégákat tájékoztassuk arról, hogy a kormány által benyújtott jogállásváltásról szóló törvénytervezet miről szól. Tisztában legyenek arra azzal, hogy mi vár rájuk az elkövetkező időszakban, ha a beterjesztett törvény jogerőre emelkedik, illetve hát majd a parlament elfogadja. Lássák azt, hogy akkor milyen jogfosztások történnek, milyen előnyök lesznek, mert azért legyünk őszinték, hogy van némi előny is az eddig megfogalmazottakhoz, bár ez nem sok. És hogy hát milyen alapvető problémánk van az egész jogalkotási folyamattal, illetve magával ezzel a törvénnyel. A legsúlyosabb problémánk az, hogy a köznevelés rendszerre forráshiányal küzdik. Az Európai Bizottságtól kért a kormány a pedagógusok jólétének rendezésére Európai Uniós forrást, viszonylag a legnagyobb forrást egyébként az oktatásra fogja fordítani a kormány az uniós forrásokból. Ez azt jelenti, hogy több mint 600 milliárd forintot csak a köznevelés rendszerének a fejlesztésére fordítanak. Ennek 90%-át a bérekre fogja fordítani a kormány, már amennyiben hajlandó lesz lehívni ezeket a forrásokat. És hát a kormány elkövette ezt a hibát, hogy ezt a béremelést, amit az Európai Uniótól kapna forrásként, össze akarja kötni egy jogállásváltás törvénnyel, amit már évekkel ezelőtt belengetett, és a mézes madzag politikájának megfelelően adunk egy egész elfogadható béremelést, bár a tökéletestől még távol van, de egy normális bérrendezés útjára lépett volna a kormány, és egy jogfosztásnak a folyamatát által összekötötte volna ezt a két dolgot. Ugye egy nagyon komoly konfliktus forrás van a kormány és az Európai Bizottság között, hisz a bizottság kikötötte azt, hogy a jogszabályváltozások nem lehet összekötni azzal, hogy hátrányosan megváltoztassák a pedagógusoknak a státuszát, tehát hogy az orvosokhoz hasonlóan jogállásváltás történjen, és a kialakult helyzethez képest rosszabb helyzetbe kerüljenek. A köznevelési dolgozóknál ez viszont most bekövetkezett a beterjesztett törvénnyel. Természetesen a kormány szokásához híven először nagyot mondott, és akkor ezekből próbálnak a szakszervezetek alkudni, illetve nem csak alkudni, hanem most egyöntetűen a pedagógus karral azon az állásponton vagyunk, hogy ebben a formában elfogadhatatlan a pedagógus társadalom számára ez a törvénytervezet. A legfontosabb az, hogy a szerzett jogainkat nagyon sok esetben elvette a kormány. Ilyen szerzett jogok voltak a felmentési idő, a végkielégítés, a jubileumi jutalom kérdése, amelyekben hátrányosabb jogalkotást hajtott végre a kormány. Ezeknek egy részéből most visszatáncolt, de hát ezt majd akkor fogjuk elhinni, ha ez törvényformájában is megjelenik. De hát itt vannak olyan lehetőségei a kormánynak, hogy a pedagógusokat közös megegyezés nélkül 90 kilométeres távolságba is áthelyezhetik, és az áthelyezés következtében akár 60-70 ezer forinton rosszabbul is járhat a pedagógus, hisz az úti költségének jelentős részét nem fogják téríteni, csak 18 forintos kilométer költséget fognak felszámolni. De ugyanez vonatkozik arra, hogy a tantestületeknek az 50%-a lehet majd csak főállású, tehát Szabolcsban is lesz olyan település, ahol nem lesz annyi főállású pedagógus, ahány osztály van,
és itt akkor óraadó tanárokat akarnak elhelyezni. A kettős foglalkoztatást is bevezeti a kormány, vagy szeretné bevezetni, amit a versenyszférába pedig büntet. Ugye ez azt jelenti, hogy egy munkáltatónál főállásba is lehet, és vállalkozóként is lehet alkalmazott. Ezek ugye pontosan abban az irányba mutatnak, hogy teljes mértékig kizsákmányolhatók lesznek a pedagógusok. 18 óráig kell az oktatási intézményeket nyitva tartani, és nincs annyi nevelés-oktatás segítő kollégánk, akik ezeket a feladatokat ellátnák. Mert egy nevelés-oktatás segítőnek a munkaköre az majd csak arra lesz elég, hogy a nyitvatartás idejére a felügyeleteket el tudja látni, és akkor nem lesz munkaidejük a kollégáknak arra, hogy a gyerekek mellett, ami igazán feladatuk lenne, hogy a gyerekek mellett a pedagógusok munkáját segítsék. A másik nagyon fontos, hogy a munkaidőkeretünket is megváltoztatják. Elrendelhető lesz a heti 48 óra és a napi 12 óra munkavégzés, és a pedagógusok számára, amit egyszerűen nem értünk, mert azokat a túlmunkákat, amiket ki kellene fizetni, ettől a kormány egyértelműen is mereven elzárkózik. Megemeli az eddigi eseti 30, illetve hát ez 60 órára kikerekíthető ingyenes helyettesítéseknek számát 80 órára, ez ismételten hátrányos a pedagógusok számára, és tovább lehetne ezeket a hátrányokat, joghátrányokat érinteni, de hát ezek még a tárgyalásnak még nem lezárt folyamata, tehát bízunk benne, hogy a kormány ezekből visszalép. Az látszik, hogy az Európai Bizottság is nyomást gyakorol a kormányra, és nagyon sok esetben alapjogokat sértő kérdésekben visszalépett. Például az, hogy a pedagógusoknak a magán számítógépét és telefonját, elektronikus eszközeit megfigyel, vagy ellenőrizhetővé akarták tenni, bár benne maradt a jogszabályban az, hogy elektronikus eszközökkel megfigyelhetők lesznek, bár ezt nem tudjuk, hogy akarja a kormány megoldani, a tantermet bekamerázottól 18 éven alul gyerekek vannak, de ezeket nem tudjuk és nem látjuk át, ez komoly problémát jelent számunkra. És hogy azért némi előny is legyen, vagy meg tudjunk fogalmazni, ígéretet tettek arra, hogy a dokumentumok nyomtathatók lesznek, a nevelést, oktatás, tehát a bizonyítvány és a törzslapok elektronikusan nyomtathatók lesznek, nem kell kézzel írni. A nevelést, oktatás segítő kollégáknak is 50 nap szabadság fog járni. Tehát ezek megemelték a pedagógusoknak is 5 nappal a kiadható szabadságot, ugyan visszarendelhetők lesznek. Tehát ezekbe halvány, apró engedményeket tesz a kormány, de a kardinális kérdésekben nem. És a pedagógus karral és a PDS-szel meg a PS számára is a legkardinálisabb kérdés a munkaterhelés. Európában, Magyarországon a legmagasabb a tanítással lekötött munkaidő. Ugye az intézményvezetőknek és a mesterpedagógusnak a munkaideit levesszük, akkor átlagban 25 óra tanítási óra jut egy pedagógusra. Tegnap Hajdú-Bihar megyében szembesültünk azzal is, hogy vannak olyan települések, ahol 31 órában tanítanak pedagógusok. Ez egy olyan elképzelhetetlen munkaterhelés, amit hosszú távon sokáig nem lehet egészségkárosodás nélkül végezni. Például az Egyesült Államokban tiltva van, hogy 26 óránál többet a gyerekek körébe töltsenek. Tehát ez is mutatja, hogy ez mit jelent a kollégák részére. Tehát mi azt szeretnénk, hogy egy 22 órára levigyék, ez az európai átlagnak megfelelő szintet jelent a pedagógusoknak a munkaterhelésébe, és a legfontosabb az, hogy ezáltal vonzóbbá tudják tenni a pályakezdőknek a pályán maradásnak a feltételeit, mert az Európai Bizottság ugye a jó létre adta ezeket a forrásokat, ami azt jelenti, hogy a pályakezdő fiataloknak vonzónak kell lenni a pályának, hogy a versenyszféra elszívó hatása ne érvényesüljön. De ezzel a jogállásváltással, amit a kormány ebben a formában tervez, ez nem vonzó lesz, hanem taszító lesz, és a bizottságnak tett ígéretét, hogy 1000 főállású pedagógusan megemeli a pályán lévő pedagógusok számát, ez nem fog sikerülni, és akár ezt a forrást el is veszheti a kormány, vagy vissza kell majd a későbbiek folyamán fizetni. Tehát ezt aggályosnak tartjuk, és pontosan ez lenne a fő cél, hogy ez megvalósuljon, mert a következő 5 évben 22 000-et többen fognak nyugdíjba menni, mint amennyien várhatóan pályára fognak lépni. Ez egy 145 000-es pedagógus létszámnál, főállású pedagógus létszámnál, ez egy nagyon komoly gond.
Ünnepélyes keretek között adták át a Vármegyeháza korszerűsített tetőszerkezetét, a beruházást a Vármegyei Kormányhivatal koordinálta. Az átadón jelen volt György István államtitkár is. Az eseményről Kerecsen József tudósított. Ilyen állapotban volt a Vármegyeháza tetőszerkezete az elmúlt években. A 133 éves ikonikus épület felújítása nem várhatott tovább, hiszen az kisebb vagy nagyobb mértékben több alkalommal is beázott nagy esőzések alkalmával. Ez pedig már a tető felújított, festett alumínium lemezes változata, amely a korábbi formákat megőrizve nyújt biztonságot a következő évtizedekre. A felújításra 500 millió forintos állami támogatást kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal. Román István főispán beszédében hangsúlyozta, a Vármegyeháza történelme kötelességet jelent a mai élők számára, hogy gondozzák és korszerűsítsék az épületet. Mi, kései utódok, hálásak lehetünk érte, hogy egy ilyen csodálatos épületet kaphatunk örökül, jó szívvel teszünk annak eleget, hogy a ránk bízott örökséget megőrizzük. A korábban számos helyen beázó tetőszerkezet megújításával megelőztük a további állagromlást, így mi magunk is hozzájárulhattunk ahhoz, hogy ezt az egyedülálló építészeti és vármegyetörténeti hagyatékot megőrizhessük. Nekünk, akik nap mint nap idejárunk, sokkal többet jelent ez az épület, mint csupán a munkahelyünket. Az Apár Ignác tervei alapján épült Vármegyeháza több lépcsőben újul meg. A tetőszerkezet cseréjét követően hamarosan energetikailag korszerűsítik az épületet, majd kívül és belül is felújítják azt. Baracsi Endre, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke arról beszélt, az értéktárban is szereplő műemléképület még inkább dísze lehet a városnak és a vármegyének. Nagyon örülünk annak, hogy most sikerült egy első lépést megtennünk, és ezzel is azt a történelmi örökséget, azt az hagyatékot, amelyet az őseink ránk hagytak, hiszen Apár Ignác tervei alapján készült el 1892-ben ez a megyeháza épület, amely a mai napig is rejt olyan építészeti remekeket és olyan építészeti újdonságokat, mondjuk, hogy éppen a fűtésrendszerre gondolunk, amely tényleg meghatározó és egyedi. Tehát ezt az épületet, amely ugye a hősök terének egy meghatározó épülete, ezt természetesen szeretnénk, hogyha abban a pompában láthatná a közönség, és lenne éke, nem csak Nyíregyháza megyei jogú városnak, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének is. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár kiemelte, az épületek felújítása mellett arra is büszkének kell lenni, hogy az elmúlt évtizedben az ügyintézés rendszere is hatalmasat fejlődött az átalakításoknak köszönhetően. Ez a munka ez 2011-ben elindult, a magyar kormány ezt elindította, és talán észrevétlenül is abból a szempontból, amekkora volumenű átalakítás zajlott a területi közigazgatásban, azt kell mondjam, hogy a kiegyezés óta nem volt olyan óriási mértékű átalakítás, amelyet most szinte észrevétlenül 12 év alatt a magyar területi közigazgatásban végrehajtottunk, azzal, hogy a kormányhivatali rendszert életre hívta, 11-ben a kormányzat, 13-ban a járási hivatali rendszert, majd a kormányablaki rendszert kiépítette. Ma Európában nincs még egy olyan ország, ahol ilyen színvonalú területi közigazgatási kiszolgálás lenne, mint a magyar kormányablakokban. Az új tetőszerkezet átadását az államtitkár által is aláírt emléklap örökíti meg, amelyet a padlás feljáró melletti mestergerendán helyeznek el. A Magyar Sport Napja alkalmából miniszteri elismerést kapott Urbán Gabriella, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksporti Szabadidős Egyesület titkára. A díj kapcsán kérdezte H.R. Zsigmond a díjazottat, valamint az egyesület korábbi és jelenlegi elnökét, Baracsi Endrét és Székely Tibort. Köszöntöm a televízió nézőket, sportról, mégpedig diáksportról lesz a következő percekben, és mielőtt bemutatnám vendégeimet, elmondom, hogy tekintettel a hosszú ismerettségre tegeződve fogjuk majd végigbeszélni ezt a jó néhány percet, és akkor kezdem is a vendégekkel. Urbán Gabriella, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület titkára, Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke, az egyesület korábbi elnöke, és dr. Székely Tibor, a megyei önkormányzat, vármegyei önkormányzat aljegyzője, az egyesület jelenlegi elnöke. És a beszélgetés apropóját pedig az adja,
hogy a Magyar Sport napján május 6-án Urbán Gabriella miniszteri elismerést vehetett át. Ugye dolgozik az ember, legyen a sport vagy más terület, és egyszer csak jön egy megkeresés, nem tudom, hogy telefonon, e-mailben vagy milyen formában, hogy fáradj fel a Puskás Arénába és vegyél át egy elismerést. Adódik a kérdés ilyenkor meglepetésként ért, vagy valahol azért már hosszú évek után számítottál erre? Nem, abszolút meglepetésként ért, e-mailen érkezett, és akkor éppen a jegyző úr és elnök úr jött be, és látta az arcomon a megdöbbenést, mert én is nagyon meglepődtem ezen, nagyon örültem az elismerésnek, hiszen 2003. szeptember 15-én, tehát majdnem 20 éve kerültem a Diák Sport területére. Mennyire hálás ez a munka, ugye sporttal foglalkozni mindig nagyon jó, gyerekekkel foglalkozni, fiatalokkal foglalkozni nagyon jó, itt a kettő együtt ötvöződik, viszont aki valaha szervezett valamilyen sportrendezvényt, vagy bonyolított le, azt tudja, hogy azért ez egy rendkívül összetett feladat. Igen, sokan gondolom nem tudják, közért az eredeti foglalkozásom tanár vagyok, és ebből kifolyólag azért az iskola közel áll hozzám, tanítottam is, illetve maga a sport régebben középiskolásként én sportoltam, és igazán a sportágak sokszínűsége adja meg azt a változatos munkát, amivel nap mint nap találkozok, illetve azért hozzátenném, hogy ehhez a díjhoz még külön köszönettel tartozom a megyei testnevelő tanároknak, felkészítőknek, edzőknek, hiszen ez egy nagy munkának az eredménye volt. Ugye, de te 2014-től tavalyi végéig voltál az Egyesület elnöke, valaki te igazán tudod, hogy mennyit dolgozott Gabi az elmúlt időszakban, gondolom rendkívül jó helyre került ez az elismerés. A legjobb helyre került, és tényleg nagyon boldogok voltunk. Mi is, én személy szerint is nagyon örültem annak, hogy Gabi megkapta ezt az elismerést, mert azért azt a csendes háttérmunkát, amelyet ő 20 éve végez, az sokszor nem vette észre sok ember, és ritkán került ő reflektorfénybe. Úgyhogy ennek a 20 évnek úgy gondolom, hogy egy méltó elismerése, viszont nem lezárása, hanem ez úgy gondolom, hogy egy új lendületet kell, hogy adjon majd a diáksportnak is. Neki is talán személy szerint egy visszaigazolás, és akkor biztos vagyok benne, hogy az a későbbiekben is segíti majd a megyei diáksport életben végzett munkáját. És azért is nagyon fontos, mert azért igaz, hogy ezt most ő kapta ezt az elismerést, és valóban ez egy személynek szól, de azért én is megerősíteném azt, hogy itt lényegében mi ezt úgy éljük meg, és én is úgy élem meg, hogy azért ez a diáksport életben dolgozó minden egyes szakembernek és minden egyes tanárnak egy elismerés itt a Vármegyében, hiszen azért nagyon komoly sikereket értünk el, és nem csak az elmúlt 8 évben, hanem előtte is. És ez mind annak köszönhető, hogy vannak olyan elhivatott pedagógusok, akik akarnak foglalkozni a gyerekekkel, odafigyelnek az egészséges életmódra, és a diákolimpiai rendszerben pedig meglátták azt a lehetőséget, amellyel valóban lehet a gyerekeknek is segíteni, hiszen azért itt megismerkedhetnek a különböző sportágakkal, és azért meg lehet velük ismertetni azt is, hogy milyen jó, amikor fel lehet állni a dobogóra, amikor lehet küzdeni az iskoláért, a megyéért, és hogyha eredményeket érnek el, akkor abból ők tudnak épülni, akár egyéni szinten is, akár közösségi szinten is. Tehát ez egy összetett dolog, és ezért örülök annak, hogy amellett, hogy tényleg rengeteg érmet hoztunk már el ide a Vármegyébe az elmúlt évtizedek alatt, de a legfontosabb azért itt mégis a gyerek, és ezért egy nagyon komoly elismerés ez, amit most Gabi kapott, és bízunk benne, hogy ennek lesz még nagyon sok pozitív eredménye a későbbiekben. Eredményekről, sportágakról, iskolákról még beszélünk. Tibort kérdezem, ugye az elmúlt év végén vetted át ezt a pozíciót, most belecsöppentél rögtön egy csúcsgálába. Milyen volt itt legendák között lenni, hiszen ott volt például Sallai András, Regőci Krisztina, Lubi Szilvia, maratonfutó, ultramaratonfutó, és hát gondolom a körítésen volt akármilyen. Megmondom őszintén, végtelen jó érzés volt, egyrészt azért, mert nem csak vendégként keveredtünk bele ebbe a rendezvénybe, hanem Gabi részéről érintettek is voltunk. Én személy szerint még nem voltam a Puskás Arénának a VIP részlegében, ebben a VIP teremben, egy nagyon impozáns rendezvényhelyszín volt, ami megtelt embereket, tényleg rendkívül híres neves sportolók, sportvezetők vettek részt ezen a rendezvényen, és tényleg igazán felemelő volt, hogy a kolléganő ennek az eseménynek a keretében részesült ebben az elismerésben. Én annyit még elmondanék, kiegészítve talán egy picit a lánok urat, hogy
Én 2014-ben ismertem meg Gabit, akkor került ő be a Vármegyei Önkormányzati Hivatalba, kezdtük megismerni őt, kezdtük megismerni a munkáját. Végeztük mi az önkormányzattal, hivatallal kapcsolatos egyéb feladatokat, és tudtuk, hogy ő a diáksporttal is foglalkozik. Adatot szolgáltat, szervez, telefonál, e-mailezik, néha elmegy, aztán visszajön, dolgozik tovább, és egyszer csak kinőttek a földből úgymond országos döntők, összevont döntők, elődöntők, amik mind-mind sikeresek voltak, és erre nem csak mint diáksport lehetünk büszke, hanem úgyis, mint önkormányzat és hivatala. Ez most egy nagy elismerés volt, de a munkás hétköznapokon jönnek pozitív visszajelzések azért, akár testnevelőktől, akár diákoktól, akár szülőktől, mert valahol ez egy hálátlan feladat, hiszen verseny, a győztes mindig elégedett, a második helyezett már kevésbé, a harmadik még kevésbé, aki meg esetleg nem éri el azt a célt, amit szeretett volna, adott esetben sok mindenben megpróbálja ennek megtalálni az okát. Legyen az akár egy nem tetsző szálláshely, egy nem tetsző menü, vagy bármi hasonló. A megyei versenyrendszerek szervezésénél azért törekszek arra, vagy törekszünk arra mindannyian, hogy próbálunk mindenkinek lehetőség szerint mindent biztosítani, és kellőképpen eljárni ezeknek a lebonyolításában. Nehéz mindenkinek megfelelni, de törekszünk arra, hogy ez sikerüljön, és a visszaigazolások alapján úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, és a visszaigazolások is nagyon jók a szervezéssel, a lebonyolítással kapcsolatban, illetve a szülők részéről is kapunk nagyon sok pozitív visszajelzést. Endre említette az elmúlt 8 év eredményeit. Minden évben gyakorlatilag volt a covidos időszakot leszámítva egy olyan évvégi rendezvény, ahol értékeltétek az adott esztendőt, és azért az országos összehasonlításban is el lehet mondani, hogy a Vármegye nagyon jól szerepelt. Minek tulajdonítható ez, hiszen azért van 19 Vármegye, és gondolom mindenütt szeretnének minél eredményesebben szerepelni, és azért Szabolcs-Szatmár-Bereg folyamatosan ott volt a legjobbak között. Igen, erre nagyon büszkék vagyunk, és tényleg jó volt látni azt minden évben, hogy rengeteg érmet sikerült elhozni országos döntőkről. Legyen az akár, amit mi nyertünk meg, és meg tudtunk szervezni, vagy legyen egy más megyében és más városban megrendezett országos döntő. Mindig jó volt látni azt, hogy akik oda kijutottak, ők valóban mindent megtettek azért, hogy ott eredményesen szerepeljenek, de ez egy összetett munkának a gyümölcse, és itt kellett az a szakmai háttér, amit a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület végzett, és ezért itt visszatérünk még Gabira, mint titkára, mert valóban tehát ennek a hátterét, ennek a szervezését, ezt ő fogta össze, ő végezte, és ezért is nagyon fontos, és ezért vagyunk nagyon büszkék arra, hogy elismerték ezt a munkát, mert ez a háttérmunka, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy ha valaki mondjuk ide ellátogat egy országos elődöntőre, akkor valóban úgy menjen majd el, és ez amikor én elnök lettem, ez az egyik legfontosabb célunk volt, hogy mindennel elégedett legyen a körülményekhez képest, sőt egy picit tegyünk hozzá még egy kis Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeit vigyen haza magával, tehát mindig igyekeztünk, hogy egy picit többel menjenek haza az ide ellátogatók, akkor is, hogyha esetleg, ahogy fogalmaztad, nem érmet visznek haza, de élményt mindenképpen vigyenek magukkal haza, és úgy gondoljuk, hogy ez azért sikerült is általában az országos elődöntőkön megvalósítani, és hát kellett hozzá természetesen az, hogy legyenek gyerekek, akik akarnak versenyezni, és legyenek olyan felkészült és elhivatott pedagógusok, akik pedig a felkészítésre odafigyelnek, és mindazt az apró munkát, amit ilyenkor el kell végezni, akár ugye egy megyei döntőtől kezdve egészen az elődöntőn át az országos döntőig, az rengeteg feladattal jár, és nagyon örültünk annak, hogy mindig partnert találtunk azért a pedagógusokban, és valószínűleg ennek köszönhető azért ennek az egyvelegnek, ennek az összetett munkának és összefogásnak, hogy tényleg nagyon sok érmet tudtunk elhozni, és még ha nem is voltunk mindig az első helyen, de azért sokszor ott voltunk országos összevetésben és a dobogón, és nekünk ez volt a legfontosabb visszajelzése a munkánknak, hogy érmeket hoztunk, és elégedett szülőkkel, elégedett gyerekekkel és elégedett tanárokkal találkoztunk a versenyeken. Gabi, a teljesség ilyen nélkül, melyek azok a sportágak és melyek azok az intézmények, amelyek leginkább hozzájárultak ezekhez az eredményekhez?
nagyon nagy köszönettel tartozunk az általános iskola, a középiskola igazgatóknak, hogy sokan jelentkeztek megyei döntő szervezésére, megyei elődöntő lebonyolítására. Ennek képen nem csak Nyíregyházán, hanem vidéki városokban is kerültek megyei döntők megrendezésre, de akár országos selejtezők is, úgy mint Kisvárda, Fehérgyarmat, Mátészalka, Tiszavasvári, és bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időszakban is ez egy tendencia lesz, hogy minél több versenyt tudunk vidékre kivinni. Ha jól tudom, akkor itt az elismerések átadása után volt egy tájékoztató is a Puskás Arénában, gondolom a jövőről volt szó. Milyen stabil lábokon áll a Magyar Diáksport Szövetség, hiszen ő a fölöttetek lévő szervezet, országos szinten ő koordinálja, és ha jól tudom, talán finanszírozza is a diáksportot, mennyire lehet bizakodva tekinteni a jövőbe. A Puskás Arénában megtartott sportvezetői tájékoztató az általában a magyar sportról és nem annyira a diáksportról szólt, de tulajdonképpen, mivel a diáksport is része a magyar sportnak, én azt mondhatom, hogy mindenféleképpen biztos lábakon állunk. Sportért felelős államtitkár, illetve az ő helyettese tartott egy-egy kimerítő tájékoztatót. Én úgy gondolom, hogy mind a szervezetrendszer, mind az anyagi források rendelkezésre állnak ahhoz, hogy ezt a munkát akár a magyar sport, akár azon belül a diáksport ez megfelelő szakmai színvonalon tudja teljesíteni a jövőben is. Picit tekintsünk még vissza a te elmúlt 8 évedre. Mi volt a legemlékezetesebb verseny, vagy versenysorozat, vagy eredmény, vagy mire emlékszel a legszívesebben vissza? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tényleg, hogyha egy picit visszagondolok arra, hogy mi is történt az alatt a 8 év alatt, bő 8 év alatt, amíg az a megtiszteltetésért, hogy a Diáksport Egyesület elnöke lehettem, tényleg rengeteg élmény jut eszébe az embernek, akár mondjuk azok az országos döntők, amelyek mondjuk a Continental Arénában lettek megrendezve, ott voltak ugye a megnyitók. Az a rengeteg gyerek, nem voltak olyan országos versenyeink, ahol lényegében a gyerekekkel és a kísérőkkel együtt 1000 fő fölött voltunk itt Nyíregyházán. Vagy ugye nem csak Nyíregyházáról beszélünk, mert voltak olyan rendezvényeink, amelyek Nyíregyháza mellett más településeken is megvalósultak, vagy olyan országos döntő, amely több településen valósult meg. Tehát ez mind egy különleges élmény, mindegyik döntő, mindegyik rendezvény vagy elődöntő az egy különleges pillanat az életemben, és hát nagyon jó érzés volt az, amikor mondjuk lehetőségünk volt az érmeket felakasztani a gyerekek nyakára, és hát természetesen azért azok közül is az volt a legemlékezetesebb, amikor megyei iskolák vittek el első helyet, második helyet vagy harmadik helyet, és mindenképpen meg kell említeni azt a sok-sok kapcsolatot, ami kialakult, hiszen itt a testnevelőkkel, iskolákkal azért egy szoros együttműködés alakult ki, és ennek köszönhető az, hogy ilyen sikeres versenyeket tudtunk megrendezni. És hogyha már kell esetleg említeni egy-egy sportágat, hogyha ezt szubjektíven én megtehetem már leköszönő elnökként, akkor tényleg itt a labdasportok, vagy amikor például egy összevont labdajátékok országos döntő helyszíne lehettünk, de emellett ugye az úszásban is rengeteg sikert, az atlétikában rengeteg jó eredményt értek el az országos döntőkön a megyei versenyzők. Szóval nehéz erre egyszerű és gyors választ adni. Rengeteg élmény volt, és tényleg büszkeséggel tölti el az ember, sőt, egy picit meg is vagyok hatódva, amikor a diáksportról beszélünk, mert azt a sok pozitív élményt, amit én kaptam, azt nehéz máshonnan majd pótolni. Ugye többször szó esett a testnevelőkről, minden évben elismertétek a legsikeresebb, vagy legtöbbet dolgozó testnevelők munkáját, és ugye tegyük hozzá, azért nem kezdő testnevelőkről van szó. Gyerekek utánpótlásként mindig lesznek, hiszen jönnek a fiatalok az iskolákba, aztán elkezdenek sportolni. Viszont vannak-e fiatal testnevelők olyanok, akik annyira elhivatottak, hogy felvállalják azt, hogy munka után még ott maradnak edzést tartani, és mondjuk hétvégén felülnek a buszra 8-10-20 gyerekekkel, akit rájuk bíztak a szülők, és másnap jönnek vissza adott esetben az ország másik végéről, Győrből, Pécsről vagy Szombathelyről. Vannak, főleg most lehet megfigyelni egy generációs váltást, most jönnek a fiatalok, és ők már egy teljesen másképpen gondolkodnak, teljesen másképpen állnak ehhez hozzá, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó az együttműködésünk. Tehát igen, viszik a gyerekeket hétvégén, sportolnak, edzenek és mennek a versenyekre. Ezért is van az, hogy például ebben az évben ugye a pandémia volt 2 évig is, ugye a nevezések száma is visszaesett, most azért nagyon sok nevezésünk van.
Tibi, gondolom beszéltél Endrével, mikor váltottad őt ezen a poszton, meg hát gondolom felépítettél te is magad előtt egy tervet, vagy elképzeltél valamit, ha nem is 8 évre, de mit szeretnél elérni, vagy mit szeretnél elérni a Vármegye Diáksportja a következő időszakban? Természetesen beszéltünk alelnök úrral, amikor a váltás megtörtént, és én mindenféleképpen pontosan azért, amit Gabi és Endre is elmondott, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye nagyon sikeresnek tekinthető a diáksport területén. Én mindenféleképpen szeretném, hogyha ez a sikeresség a jövőben is megmaradna. Én úgy gondolom, hogy ennek az egyik záloga, hogy ugyanolyan jó kapcsolatot tartsunk fent, akár a testnevelőkkel, akár az ő szakmai szervezeteikkel, akár a diáksport rendszerén belül a regionális és az országos szinttel, mint amit Endre és Gabi a korábbi évek során kialakított. Ezáltal meg tudjuk szólítani a testnevelőket, meg tudjuk szólítani a diákokat, rendszerben tudjuk őket tartani, és úgy gondolom, hogyha az a lelkesedés, amit egyébként az idősebb testnevelő generáció át tudott adni nem csak a diákoknak, hanem a következő testnevelő generációnak is, akik ugye vállalják az ezzel járó úgymond terheket akár, akkor én úgy gondolom, hogy a jövőben ez az eredményesség ez biztosított lesz. Ha a konkrét célokat tekintjük, akkor az idei évben nem rendeztünk országos diákolimpia döntőt, de a jövő évben mindenféleképpen törekszünk legalább egy ilyen versenynek a megrendezésére. Legyen úgy, az végszónak is tökéletes, és talán amivel kezdeni kellett volna, gratulálunk Gabinak az elismeréshez. Endének köszönjük ezt az elmúlt bő 8 éves munkát, Tibornak pedig sok sikert kívánunk a jövőbeni munkájához, és a Kölcsei Televízió pedig természetesen, csak úgy, mint az elmúlt 22 évben, ezúttal is beszámol majd a Vármegye Diáksportban elér sikereiről. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!